Gokokujiban vagyunk, a Sosai Masutatsuojama Kyokushin alapító mesterének a sírjánál. A Gokokuji köztemető híres arról, hogy nagyon sok elismert személy nyugszik itt. A Sosai halálát követően ő is ide került. Azóta meg annyi karatés zarándok helye, és minden karatés szervezetektől és szövetségektől függetlenül eljön ide. És meglátogatja ezt a sírhelyet. És én azt gondolom, hogy mindannyian nagyon hasonló dolgokra gondolunk, és nagyon hasonló dolgokra emlékezünk. Ebben a Sana szétszakadt Kyokushin szövetségben van valami, ami egy. És ami egyetlen, az pedig ennek a stílusnak a megalapító mestere, az a karizmatikus, rendkívül erős személyiség, aki képes volt ezt összefogni, és haláláig össze is tartani. Nem régen voltunk Ikebukuroban a Honbu Dojo-nál, majd utána eljöttünk ide, hogy tiszteletünket tegyük a Sosainál is. Popovics Tamás nagy meglepetés. Mondtam is idefele úton, hogy olyan lesz, mint egy fekete ló. Ő itt nem is ismerek a világbajnokság idején, az elmúlt 20 évben olyat, aki így jutott volna be a VB-re egy sérüléssel, és aztán még meglepetés is tudott okozni. Ez a meglepetés nem volt akármi. Megverte azt a svéd fiút, aki egyébként az Európa bajnokságokon mindenkinek felegyenlesz ki. Többször is EB dobogós, talán még EB élme is, EB győzelme is van. Tomi, én úgy gondolom, hogy jól teljesített, tényleg nagyszerű, mint a legjobb 32-ben lenni, ez óriási dicsőség. Nagyon kevés magyar férfi versenyző mondhatja el azt magáról, hogy ezzel ott a 1975 óta bent tudott lenni a legjobb 32-be. Popovics Tamás mától az egyik ilyen versenyző. Zsolti az a versenyző, akinek ilyen szempontból a legjobb többet köszönhet a magyar nemzet, mert már a harmadik világbajnokságát csinálta, úgyhogy a csapatban a legrutinosabb tag. A hozzávaló elánnal állt, az tőle megszokott elánnal állt hozzá az egész munkához. Nagyon magabiztosan vette az első akadályt. Egyértelmű győzelem volt egy venezuelai bunyós fölött. Utána a verseny egyik kiemelt favoritjával, az orosz Magomedov Hassaijjal verekedett. Mindenki Hassai győzelmét jósolta, hogy Zsolti őt nem tudja megoldani. Kifejezetten nehéz ellenfél volt, nagyon jól tartotta be Zsolti a taktikát, annak ellenére, hogy nem működött az elején a taktika, mert ehhez idő kellett, és Zsolti a karatának és kitartásának, úgymond technikai fegyelmének köszönhetően végigment, és nagyszerűen győzött, öröm volt látni. Örültem neki, és nagyon bizakodó voltam, amikor tovább tudott jutni. Amikor összekerült a japán Maidával, akkor már tudtam, hogy azért az nem lesz egyszerű. Én láttam ezt a fiút előtte, és én arra gondoltam, hogy egy nagyon kemény küzdelmük lesz. Én azt mondom, egyértelműen jobb volt a fiú, a japán srác. Sajnos az első 15 másodpercben Zsoltit elkapta egy usirógerivel, egy fordulórugással, és valószínűleg el is tör Zsolti bordája, vagy elrepett. Zsolti nagyon szépen végharcolta a hátra maradt időt, de nem tudott ellenállni. Hát azért majd a tudását mutatja, hogy utána ő az egész nap legnehezebb sorsolásával végiggyalogolt a mezőnyön. Minden elismerésem Csengének és a tímjüknek, hiszen Csenge világbajnok lett, hozott Magyarországnak egy világbajnoki címet. I'm